Krüszkot, Kudibár. Jó reggelt mindenkinek, sziasztok! Kucsa László vagyok, az Oxford Oktatási Központ vezetője. Én üzenjétek el, ez a német zászlónak a színe, és az, hogy miért ez a német zászló színe, az egy aránylag érdekes dolog. Ugye Németországot nem túl régen hívják Németországnak, kb. 150 éve, előtte úgy hívták, hogy Német-Római Birodalom. És régen a középkorban volt egy ilyen zászló, piros, fehér kereszttel. Ez egyébként valaki valami hasonlóval találkozott mostanában? Igen, igen. Ki, melyik országnak hasonló a zászló? Hú, de okos, így van. Ezt kimondtam? És itt ez egy másik zászló, ez egy arany, egy fekete sas, piros karmokkal. Tehát innen jön a piros, a fekete, illetve az arany. Azt azért tudjuk, hogy Németország fővárosa Berlin, amit a németek egyébként úgy mondanak, hogy Berlin, tehát a másodikon van a hangsúly, ez érdekesség. Majd később ezekről az emberekről tanulni fogtok. Az egyiket Bach-nak hívják, nagyon híres zeneszerző, hogyha elmentek egy templomi koncertre, akkor nagy valószínűséggel halljátok a zenét. Másik Beethoven, a harmadik Einstein, akit szeretnék megemlíteni, mint fizikus, és Konrad Röntgen, hogyha beütitek a könyökötöket, vagy a kezeteket, és a doktor bácsi azt mondja, hogy na, ezt meg kell röntgenezni, akkor most már tudjátok azt, hogy egy német embernek köszönhető az, hogy van ma röntgen. A kis bevezető eddig tartott volna. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, hogyha esetleg van nagy testvér a családban, akkor érdemes tudni, hogy 9 éves kortól nyári táborok szervezésével foglalkozunk, illetve külföldi középiskolai tanévek szervezésével is. Akit érdekel, az oxford.hu-ra menjen föl. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és átadom a szót a báb előadásnak. Sziasztok! Na, üdvözöllek titeket! Engem úgy hívnak, hogy Ede bácsi. Engem pedig úgy hívnak, hogy Saci néni, és ti vagytok a gyerekek. Igen. Igen, itt egy vándor. Megmutatom, én ezen a gitáron fogok gitározni, de felnőtteknek meg kell, hogy mutassam, hogy működik a gitár, mert a felnőttek azt hiszik, hogy aki nem tud gitározni, az bezavarják a tévébe. Nyakát felnőtteknek. Most rá fognak jönni, hogy mi a kedvenc dalom? Persze, persze, rá fognak jönni. Na, mutatom, így van a kedvenc dalom. Wir sind die Bremenstadt Musikanten, hollani lári jó. Wir sind die Bremen Stadtmusikanten, hollariladio. Der Esel macht imadia, er singt so wunderbar. Wir sind die Bremen Stadtmusikanten, hollariladio. Na, ez volt az. Ezt nem ismert. Jó volt, nem? Nekem tetszett. Na mindegy. Nem ismerték. De miért nem? Azért, mert nem ismerték. Gazdája. Na! Jaj, de öreg vagyok már, ich bin alt und schwach, ich habe keine Energie mehr. De valami csúnyát akar. Azt mondta, hogy elfogyott az energiaitala. Igen, mondjad tovább. Valami csúnyát akar velem az én gazdám. De hogy várom én ezt meg? Jézus már. Jaj, ez is zúst. Leszinkronizálom, figyelj. Azt mondta a macska röviden. Hogy nagyon szép élete volt eddig, a gazdasszonyával együtt jártak pedikülbe, manikülbe, ridikülbe. No, szép tejecske, meg minden jó rendben volt, és akkor megöregedett. Kicsorbult a luttalpa, alig tud már nézni az orrába, és azt mondta a gazdasszony, hogy ilyen öreg macska nem kell neki, vett egy ultrahangos egérfogót, egy Sony Vegas-t, érted? Kakas, azt mondja, hogy kikiriki, nem felejtetted el? Igen. Wow, wow, miau, kikiriki. Na, akkor mehetünk. Wir sind die Bremenstadt Musikanten, hollariladio. Wir sind die Bremenstadt Musikanten, hollariladio. Der Esel macht i-a-i-a. Der Hund, der Lala-la. Wow, wow. Die Katze macht miau. Miau. Der Hammer, kikiriki, 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 kikiriki.